Sziasztok srácok, itt ismét Démien, boldog új évet mindenkinek, 2020 első videója következzen, és mi más lehetne az első videó, mint egy, hát a kedvencetek tudjátok, tanulni egy jó pofa kis trükköt, kártyatrükköt. Egy egyszerű, egyszerű, igen, egyszerű trükről van szó, viszont nagyon hatásos, és szerintem imádni fogjátok. Először megmutatom, hogy mi a trükk, és utána meg is tanuljuk. Nézzük! Na srácok, kártya trükk, kártya trükk, kártya, kártya, kártya trükk, ahogy azt szeretitek. Ö, a doboz most nem tudom félre, mert szükség lesz rá, és logikusan, mivel egyedül vagyok most itt, láthatatlan nézünk lesz a segítségünkre. Na most, csomag. Ja, nem kell a csomagból ö, a két joker, egy joker, két joker, ők rájuk nem lesz szükség, tehát, hogyha nálatok van most kártya, és ki akarjátok próbálni ezt a trükköt, majd, akkor majd szedjétek egy jokert, De nem most, még először megmutatom, hogy miről szól ez a trükk. Először is szükségem van, szükségem van, hol van a negyedik, itt van a negyedik, a négy ászra, ő rájuk szükség lesz majd, illetve a csomagra. Na most! Képzeljétek el, hogy a csomagot odaadjuk a nézőnek. Ó, oh, de rég használtam már ezt a Memento Mori szőnyeget. Csillog, villog. Ö, odaadjuk a nézőnek, és ez itt micsoda? Ez, ez itt mi? Kábel, kérlek, ne rongálj bele a felvételbe. Köszönöm. Tehát, csomagot odaadjuk a nézőnek. Ő teljesen mindegy, hogy hogyan összekeverheti, akár nagy módszerrel is, jó, tehát így is, teljesen mindegy. Ezután visszakerül a csomag, mi pedig csinálunk belőle ilyen kisebb pakkokat össze-vissza, éppen ahogyan jön. Ö, mondjuk ide, ennyit. Mondjuk ide is rakok egyet, Váltok úgy próbálom rakni, hogy, hogy mindent lássatok, jó. Ö, á, mondjuk kettőt rakok ide. Ide is egyet. De ennyit. Ide is. De ennyit. Ide mondjuk. Várjatok. Hova? Ide rakjuk kettőt. Ide mondjuk rakok egy kicsivel többet. Vagy tört. dobozt egy kicsit félre rakjuk. Jó. Hát mondjuk ide. Jó, és hát mindegy, ezt a kettőt visszarakhatjuk a dobozba, teljesen mindegy. Jó, tehát, így nagyjá, nagyjából így mindent láttok, igaz? Így, jó, így, próbálom kicsit kevesebbet is rakhattunk volna de teljesen mindegy most így jött össze. Na, de hogy egy kicsit jobban lássátok a dolgot, megyünk is tovább, ugyanis a négy ázt odaadjuk a nézőnek, a láthatatlan nézőnknek, és megkérjük arra, hogy teljesen mindegy, szabadon négy bármelyik ö, csomag részre rakja rá. Tegyük fel, a nézőnk rárakja négy csomag részre, teljesen mindegy, ezután még változtathat a döntésén, mondjuk azt mondja, hogy ezt mondjuk ide akarom rakni. Teljesen mindegy, jó? Vagy ezt mondjuk ide akarom rakni vagy oda. Teljesen mindegy. Tehát tök mindegy, hogy hova rakja a néző. Ezután, a, amikre nem rakott, azokat szépen összeszedjük. Így, ezekre nem rakott. És ezek a kártyák mennek be a dobozba. Pak. Egy. Na most, ezután megkérdezzük a nézőt, hogy tudja-e, hogy hány darab kártya került bele a dobozba? Természetesen nem tudja. Természetesen mi sem tudjuk. Viszont valakik tudják, mégpedig az ászok. Az ászok pontosan tudják, hogy hány csomag, hány darab lap került vissza abba a csomagba, tehát magába a dobozba, hogy egyszerűk legyünk. Hogy tudják ezt ők megmondani? Nézzétek a következőképpen. Ugye a néző szabadon kevert, a néző szabadon választott csomagrészeket, ászokat leszedjük. Megnézzük, mik a felső lapok. vannak a felső lapok. Adjuk össze a számjegyeket. Jó? Ö, nagy gyors, gyors fejszámolással ez 19, ez 10, ez 25. Tehát így 25 lap. Ugye? Jól számoltam, remélem. Tehát 25, 25 jött ki. És most figyeljetek. Dobozból ki a kártyák. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 és 25 darab lap. Pontosan, ahogy az ászok azt nekünk megjósolták. Na, srácok, ez volt a trükk, szerintem egy hatásos, jó pofakis dolog, és ne aggódjatok, mindenki akár már ma, vagy holnap egy mini gyakorlással be fogja tudni mutatni. Nézzük meg akkor, hogy miről is van szó, hogyha esetleg valaki nem akarja lelőni magának a poént, mármint nem akarja az illúziót rombolni, nem akarja megtanulni, csak élvezni akarta a trükköt, akkor ő most itt hagyja abba a videót. Természetesen, ha tetszett a trükk, azért egy lájkot nyomjatok. Aki viszont meg tanulni és be akarja mutatni, azt tartson velem, ugyanis most megnézzük, mi a megoldás. Na srácok, nézzük, hogy hogy működik ez a dolog. Ígérem, tényleg egyszerű, semmi ördöngőség nincs benne, viszont szerintem egy, egy, egy brilliáns, tehát egy nagyon jó pofatrük. Fontos, kell nekünk egy doboz, kártyadoboz, tök mindegy, lehet akár a zsebetek is, teljesen mindegy, Ö, de a doboz az azért jó, mert tiszta. Tehát ebbe belekerül, ez ott van, ez nem tudunk nyúlni, ugye, hogyha a zsebbe kerül valami, akkor hihetnek bármit. Jokerek nem kellenek, őket kidobjuk. Ászok kellenek, őket kivehetjük. Ezt tudjátok, tudjátok fűzni a trükköket. Mit tudom én, hogyha egy, egy, egy trükknél jön a négy ász után, ezt meg tudjátok csinálni. Fontos, hogy a csomag az nagyjából azért teljes legyen, jó? Tehát teljes csomagról legyen szó, ne legyen hiányos. És de végül is még az se probléma, bár nem próbáltam, hogy hiányosan működik-e, de mivel matematikai dologról van szó, valószínűleg működik, és kezdhetjük is magát a trükköt. Doboz kicsit félre, Ászokat kicsit félre. Néző tényleg megkeverheti a kártyákat úgy, ahogy akarja. Nektek egy dolgot kell megjegyeznetek, mégpedig a következőt. Bubi Dáma király, 10-10-10. Ez 10-ér, jó? Tizet érnek ezek a lapok. Oké? Okay? Tehát ezt meg kell jegyezni, hogy ezek a lapok 10 érnek. Következő a feladat. Csinálni kell, kis grupokat, jó? Tehát ilyen kis ö, ö, csomagokat, mégpedig a következő módon folyton a 11-es szám lebegjen a szemetek előtt. És 11-es csomagokat kell csinálni úgy, hogy elkezdjük azzal a számmal, ami így képével fölfelé van, tehát a keverés után, teljesen mindegy, hogy hogy keveredik, jó? Tehát teljesen mindegy, keverünk, 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 a néző odaadja, tegyük fel, 7 essel és 11-re kell kiegészíteni a következő módon, 7 8, 9, 10, 11. Tehát csak az elsőnél kell a számot nézni, utána ki kell egészíteni 11-re egyesével számolva. Az teljesen mindegy, hogy a többinek mi az értéke, jó? Az elsőnek az értéke a lényeg. És utána úgy, ahogy van, tehát még egy dologra figyeljetek, nézzétek. Ne azt csináljátok, hogy 7, 8, 9, 10, 11, hanem átszámolni kell, jó? Tehát 7, és fölülre rakjátok 8, 9, 10,

10-11 6-7-8-9-10-11 10-11, és maradt egy lap. Itt várjatok, lássátok. Maradt egy lap, ahogyha nem jön ki, akkor teljesen mindegy, azt mondjátok, hogy ez megy a dobozba. Előfordulhat, hogy több lap marad a kezetekben, előfordulhat, hogy, hogy, hogy nem marad, előfordulhat ez is, az is, lehet, hogy csak egy lap. A lényeg az, hogy az menjen be a dobozba. Azt mondjátok, hogy itt vannak ezek a csomagrészek, amiket csináltatok. Most itt van egy jó pár, remélem mindegyiket látjátok, jó, nagyjából mindegyiket látjátok. Odaadjátok a nézőnek a ászokat, és ők tényleg szabadon odarakják, ahova szeretnék. Jó, teljesen mindegy. Ahova rakják, változtathatnak rajta, akarnak, nem akarnak, teljesen mindegy. A maradékot, amire nem raktak, azokat fölszedjük, tök mindegy, milyen sorrendben, teljesen mindegy, mennek be a dobozba. Itt jön a sztori lényege, jó? Senki nem tudja, hány darab került be a dobozba, viszont az ászok tudják. Csak annyi a feladatotok, hogy ászokat leveszitek, félre rakjátok, rájuk már nincs szükség, jó? És a felső lapokat megfordítjátok, tuk, 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 és egyszerűen összeadjátok őket. Ugye tudjuk a figurások tizettérnek, jó? Ezt ö, el kell mondani valamilyen szinten a nézőknek, hogy, hogy ö, annyit fognak érni, mivel számolásról lesz szó, hogy vegyék azt, hogy a figurás lapok tizet érnek, jó? Ezt így tisztázzátok az elejére. 10, 20, 29, és még hetet hozzá, 36. Jó? No, és nézzétek! 36. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26 27, 28, 29, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 36. Matematikailag ez így automatikusan kijön. Tehát nektek semmire nem kell figyelnetek, mint arra, hogy ezek tizet érnek, jó? Tehát mondom, hogy hol vannak a buktatók. Ó, micsoda kilövés volt. Mutatom, hol vannak a buktatók. Ezek tizet érnek. Jó? Amikor leszámoljuk a lapokat, 11-re kell mindig figyelni, tehát 2, utána már csak egyesével számolunk, tehát az első a legfontosabb, és rárakjuk a tetejére, jó, tehát nem alárakjuk, tehát átszámoljuk. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, mindig 11-re, 10, 11, ezek is ugye 10 érnek, 10, 11, így megyünk végig, lerakunk valamennyit, Tö -tö 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 -tö. jó, egy csomó kis izé lesz nekünk, ilyen kis ö, csomagrészünk, hogyha marad valahány lap a kezünkbe, de nem jön ki, tehát mit tudom én, 3, és akkor 3, 4, 5, 6, 7, ugye ez nem jönne már ki, ezeket a maradékokat, Berakjuk. Igazság szerint teljesen mindegy, bárhol leállhatok, mert működik a dolog, de a lényeg az, ami marad a kezetekben, azt lerakjátok. Négy ázt bárhova lerakhatja a néző, maradékot összeszedjük, Puk. és igazság szerint az itt fent lévő lapokat, amik a tetején vannak, azok fogják adni nekünk ha ezeket összeadjátok, azok fogják adni nekünk a dobozban lévő kártyáknak a számát, jó? Na, ez a trükk, srácok, szerintem egy, egy nagyon jó pofa kis trükk. Ez az egy-két buktatója van csak, amire szerintem tudtok majd figyelni, mert nem egy olyan vészes dolog, viszont hát gyakoroljátok be, és akkor már elő is tudjátok adni. Nos, srácok, ez volt a kártyatrükkünk, így az év első videójában. Remélem tetszett, hogyha igen, akkor feltétlenül dobjatok egy lájkot, like és ha még nem tettétek volna meg, akkor iratkozzatok fel a csatornára is. Remélem most, hogy így túl vagyunk az év végi, vagy hát a múlt év végi nagyhajtáson, Ö, többet tudok nektek majd videózni. Minden esetre tartsatok velem legközelebb is, addig is legyetek jók, sziasztok!